Sziasztok, Zozoka vagyok. Hirtelen ezt akartam mondani, hogy Annácska fölépült. Fölnőtt. De nem, hogy még kis, mindig a kis Harry Potterke van ott. Sőt, sok kis Harry Potterke van ott. Valaki itt nagyon ügyködött a, ebben a faluban. Árulok kövesben fint, nem, nem őt fogom követni. Még mindig, de amíg késik nem múlik, ha-ha-ha, hanem... Fuha, hol is van a mi kis házunk? Lenne az, ugye? És itt emeletre kell menni. Megnézzük a mi kis Annácskánkat, hogy... Még mindig bölcs is, vagy nem, még mindig bölcs is. Annácska, épülj már föl kincsem, mert apuci el akar vinni a démon kapuhoz. Jól van, mutogassunk neki, meg nevessünk. Hagyj egyen meg apucitól. Oké. Meg akkor öleljük meg. Ha eddig még nem ijedt meg. Megnézzem azt, hogy... Tehát szeretném, most már jó lenne, ha fölcseperedne a Annácska. És akkor tényleg ezt akkor elviszem, hogy a démukaphoz, hát itt van a közelben, tudjátok. Tehát... Miért ne? Jó. Na... Nem mondod. Hát mondd azt, hogy papa. Júlia, bocs, miért Annát mondtam? Jó, mindegy. Nincs is Anna ismerősöm. Mindegy, rosszul emlékeztem. Júlia. Júlia. Oké. Tehát megnézem azt, hogy milyen kis lehetőségek vannak még itt a félből három világában. Ha nagyon nem jutok semmire, akkor valaki mondta, hogy vegyek fegyvereket. Hát akkor vegyünk fegyvereket. Habár lehet, hogy pont nem erre gondolta, nem itt gondolt, de nem jel, tudom, hát... 427 ezer aranyunk van, ami már megfelelő, így van. Hagyjuk is, így. Mi ez? Alkodozás információ. Sebzés 74, hát jó sebzése van. Végez 150 élőholttal, 5 extra sebzés, jó. Mennyibe kerül? Na hát még ne vegyünk azért fegyvert. Nézzük még el, még, hogy mik vannak, srácok. Ne kapkodjuk el a dolgokat. Itt van valami pisztoly. Milliárd megnyomorítója. 54. Plusz 8 extra sebzés. Végez 5 ember, aki szerelmes beléd. Jó, köszi. Ilyen hülyeséget. Van egy nagyon durva kalapácsunk. Ami van a hátunkon is, és van egy kereskedők testőről, pedig egy kard. Nézzük meg. Alkodozás információ. Kölcs el 8000 aranyat személyes vagyonokból. Úristen, tehát ki találja ki ezeket a ide nem illő baromságokat? Úristen, gyereke. Ilyen hülyeséget, mert bocsánat, de ez nem kell, nem tetszik. No, mindegy. Mi ez? Kereskedők testőre, 56 a sebzése. Én szerintem nem veszek most fegyvereket. Szerintem találunk jobb kovácsot is. Viszont, Ácsi bácsi, itt vannak a Porsche-nök, ugye? Hát akkor nem ott, hanem itt. Igen, és akkor ezeket szépen megvesszük. Alkodozás, ne? Alkodozok. Hagyj erre a hülyeségeddel. Ez, bocsánat, aki epilepsziás. Jó. Meg vegyünk valami húsit. Elmondom, hogy miért. Lassan, hogy elénk kerül. Nem lehet azt mondani neki, hogy egyszerre vegyük meg az összeset? Azt mondja, mi az az alkodozás, akkor nézzük meg. Nem, hülyeség. Gondoltam, hogy azon belül esetleg nem. Jó. Mi ez? Aha, jó ez. Tehát mindegy. Nem értem ezeket a hülyeségeket, srácok.
olyan, mint a visszalépés lenne a félből három, a félből kettőhöz képest. Tehát miért kellett ezt így megváltoztatni, tehát... Tényleg epilepsziát kap valaki. Oké, zsoké, zsoké, mit is akarok? Visszamegyünk ide, megnézzük azt, hogy milyen a mi kis kincshalmunk. Hát, gondoltam, hogy növekedett valamennyi, de itt szemre nem igazán. És nagyon sok idő, tehát gondolom több mint milliót össze kell gyűjtenünk ahhoz. Hát az majd inkább a játék későbbi részében. Mert én úgy tudom, hogy amikor mi járunk, kalandozunk, már hogyha megcsináljuk most a főküldetést, úristen, most majdnem elszóltam magam, akkor is ugye van egy... jó, mindegy, nem mondok semmit. Ebből nem keveredek ki jól, bocs. Nézzük meg azt, srácok, akkor, hogy milyen kis küldetéseink vannak. Van-e valami érdekes? Valaki mondta például, hogy démon kapu. Jaj, meg javítsuk meg a házakat. Nem tudom, hogy most romoltak-e. Mi ránézek. Itt most nem látok semmilyen küldetést. Azon kívül, hogy ott a démon kapu. Nézzük meg, hogy küldetéslista. Most nem jelenik meg ugye a javítás. Itt sem. Jó, hát akkor fogjuk fel úgy, hogy nincsen nekünk most javítani való ház. Valószínűleg, hogy amikor tehát végeztem a játékkal, ugye az előző résszel, akkor én ezt elvégeztem. Oké, tehát, ugye Ködbércvölgy... Várjunk a küldetés listát, bocsánat, nézzük már meg. A toll hatalmasabb... Megnézhetjük majd. Béke, szeretet és gyilkosság... Ő melyik is? Huha. Mutasd meg mennyire is, hogy gyilkozz meg valakit búsván. Jó, akkor inkább nézzük meg úgy, hogy... Igen, őt akkor néztük. Nézzük meg úgy, hogy hol van az a... milyen... Árnyimádok, vagy valami ilyen imádoknak valami temploma. És valaki írta, hogy oda menjek be, mert ott vannak gnómok. Hát nosza. Amúgy nem vagyok reménytelen eset, tehát tényleg szoktam olvasgatni, hogy írtok, ha tudok, válaszolok is rá. Vagy csak kaptok egy bökést, ugye? De azért tényleg szoktam olvasgatni. Hát ennek nincs sok hozzászólás. Ezt most ne vegyétek gonoszkodásnak. Úgy értem, hogy hál' Istennek, hogy van időm olvasgatni. Tehát így van. Tehát nincs az, hogy mit tudom én, 50 hozzászólás van, és a francnak sincs kedve azokat, gondolom, mind ott átolvasgatni. Ugye ilyen nagyobb videósról beszélek. Hát én itt nem látok semmit. Nézzük meg akkor... Naposvár fal van. Hát nézzük meg így. Csirkefutam. Fogadja a futamra. Ezt már mi egyszer megtettük. Hoppá, viszont ott úgy nézem, hogy akkor ott lesz egy küldetésünk. Ott meg van egy gnóm küldetés. Jaj, ezt is írta valaki, hogy visszatérhetünk ide, és akkor mit tudom én, hány gnómonként valamit kapunk, vagy valami történik, ugye? Na majd akkor azt is megnézzük. De akkor most én, amire kíváncsi vagyok, srácok, az, hogy hol van nekünk ez a gonosz képű rosszaság? Az valamilyen, mondom, valami árnyimádok templomás, akármicsoda. És azt megkeressük gyorsan. Jó. Malommezőn lenne? Malommező. Ha nem fogom most hirtelen megtalálni, akkor egyrésztről gyorsan rámegyek a küldetésre. Öljünk meg valakit búsván. Most hajrá, hát most. Tehát tényleg, ha... Most ezt akarja a program, hogy ennyire nincs épeszű normális küldetésünk, hát akkor megölök valakit búsván. Oké, itt se látok semmit. Itt van búsva, pont búsva. Szerintem itt lesz, így van. És talán akkor itt lesz ott van a erőd.
Ott ugye egy küldetésünk van, hogy ágyúzzuk a zombikat, mozsárágyús, így van. Ezt majd megnézzük, tehát ide akkor eljövünk. Ő egy démon kapu. És akkor nézzük már meg esetleg a többi srácok, hogy mik vannak. Hál' Istennek ott mutatja is, így van. Milyen kis küldetéseink vannak. Habár a küldetés listán ott amúgy is lehet látni. Természetesen. Tehát no problematic. Igen, valószínűleg, hogy szököttel ítélt. Jó. Malommező itt nincs. Akkor menjünk búsfára. Elnézünk az a majomhoz. Akit azt akarja, hogy gyilkolászunk embereket. Gyors utazás. Igen. Megnézzük ezt a küldit, de legfőképpen megnézzük, hogy ott a templomában, vagy mi a franc figyfenébe be tudunk-e menni. És ahogy nézem, be tudunk menni. Habár lehet, hogy még meg kell csinálnunk valami küldetést, hogy lássa. They're quite hot, you know. Excellent for... cooking? Anyway, hello, I'm Leslie, and I'm an... actually, that doesn't matter for now. What I really want to talk about are those layabouts you've probably seen hanging around here, along with their flower-loving, goody-two-shoes leader, Reese. They get right up my nose, they do. I mean, it's all peace and love and that. Sickening. Nobody knows how to be evil anymore. Time we taught them a lesson, I say. Remind them of the power of the dark side. Bring back some of the old ways. I was thinking you should kill this Reese. Is that too harsh? No, no, let's have you do that. And then I'll let you in on the secret that lies behind these fires. But... only those with true evil in their hearts can pass. Oh, brilliant. Well, have fun slaughtering them. Ne is vesztegessünk több szót, jó? Just hurry back once it's done. Jó, na hát. Nem tudom. Nekem ilyenkor mindig egy kicsit keserű lesz a szám íze. Hogy erre tényleg rá kell venni a gyerekeket. Mert én el tudom rakni a helyére most már. Elég idős vagyok, sőt, nagyon idős vagyok, sőt. Már kevés van hátra. Csak viccelek. Tehát én tényleg, tehát hogy olyan felnőtt és van neki egy helyes életszemlélete, tehát nem dilinyós, stb. Az azért el tudja rakni, tényleg föl tudja fogni poénnak is ezeket a küldetéseket, de hát gyerek, most így állj de jó gonoszkodni, és akkor megölünk valakit. Nem tudom, tehát annyira nem vicces. Annyira nem vicces, viszont hirtelen eszembe jutott, hogy kellene egy kicsit teleportálgatni, hogy gyorsabban tudjuk le a küldetést, de aztán mégsem. Mert... tehát egy kicsit fedezzük föl. Így van. Kedves Lüszikém. Gyere ide gazdihoz, Lüszike! Neked legalább a nevedre emlékszem. Ugye tényleg Lüszi? Gyerekemnek elfelejtettem a nevét. Úristen! Hello, Annácska! Annácska, gyere ide! Annácska, mondtam, gyere ide! De hát ő Júlia, basszus. Jó, gyöngy, szuper, majd eladjuk. Jó, gyere ide, Lüszike! Gazdihoz, ez az füttyentés. És akkor játszunk vele egy kicsit. Vagyis hát simogassuk meg. Hello! You're so beautiful, boy, boy. Reményeim szerint gyorsan fölveszek két részt, félből kettőből legyen egy kis tartalék. Pláne, hogy itt most már jövő héten... bocsánat, ezen a hét, de még nem jövő héten, már karácsony biza. És akkor legyen egy kis tartalék. Mert... júj, ne, itt lesz egy csomó élőholt. Ajajajajaj, nem akarok harcolni most. Bocsánat. Nem látta a kacsámat? Tehát nem akarok harcolni most, bocs. Ezért... reményeim szerint nem is lesz nagy harc. Ez az... nagyon jól
Tehát egy ilyen órás rész alatt így elég sok pénzt összeszedünk. Még azt is el tudom képzelni, hogy meg lesz a Miyuchi. Hogy így fölveszek pár részt. És mielőtt elérünk arra a bizonyos fordulóponthoz. Hát nem nevezném mondjuk fordulópontnak, ha szó szerint értjük. De mindenféleképpen valami változás lesz. So beautiful. So beautiful. Kit kell megölnünk? Rich vagy Reese? Itt van. És akkor hogy előveszem a... Jó, nem is kellett kikapcsolni. A leirányát. Most kikapcsoltam? Nem tudom, mindegy. Menj vissza Leslie-hez. Jó, visszamegyünk. Szegényt megöltük. Amúgy is tényleg így... ott hánya veti volt, meg mit tudom én. Talán ténylegesen megérdemelte. Ez amúgy vicc, mert nem érdemli meg senki, hogy ezért megöljük, ugye. Én is amúgy hányaveti vagyok, meg lusta vagyok, meg minden más rossz tulajdonságom is van. Ezek engem se öljetek meg ezért, jó? Ez hülyeség. Vannak persze jó tulajdonságaim is, például sokat beszélek. Oké. Megnézzük, hogy mi lesz. Nagyon remélem, hogy be tudunk menni arra a területre, és remélem, hogy nem kell még több embert itt megölnünk, mert tényleg most ezzel én nem akarok szórakozni. Illetve meg fussunk, kapcsoljunk 5. sebességbe. Még mindig nem döntöttem el, fiúk, lányok, hogy karácsony... a két ünnep között, tehát karácsony és szilveszter között milyen videókkal törjem meg ugye ezt a unalomba fulladó kis sorozataimat. Még mindig nem döntöttem el, az a baj. Azt a mindenit. Gondolkodok azon, hogy retrozgatni fogunk, mert mostanában nagyon sokáig nem volt retro videó, és hogy egy kicsit retrozgatni fogunk. Hát... You actually did it. Wow, you're quite a wicked one, aren't you? Well, beyond here lies an ancient temple of evil. I'm working out how to get in there at the moment. Akkor addig. Too long. Come back soon. Addig thanks meg... for the murder. Jó, igen, köszi. Jó, de jó. Addig visszamegyünk. Várjátok, azért nézzük meg, hogy hát, ha most azonnal kikapcsolja ezt. Nem. Addig visszamegyünk, és megcsinálunk egy ilyen könyves küldetést. Nem. Hol vagyunk? Naposvár. Megnézzünk itt egy ilyen könyves küldi... Illetve, bocsánat, először oda megyünk a gnomhoz. Megnézzük, hogy... mit fog... nekünk mondani. Végül is. Tényleg köszönöm ezeket a hozzászólásokat, mert ugye a félből kettőben, amikor kerestem a víztöpöket, akkor ott igen, ott tudomásomra hozta a játék durván, hogy igenis, 10, mit tudom én, ugye, vagy 5 ilyen víztöpő után, ugye, menjek oda, és akkor megkapom akkor nem oda kell menni, hanem ott a háza, hogy kapok valami, ugye, érdekességet. Itt pedig fölött elsiklottam. Na, nézzük. És akkor ugye ezt a házat azért nem lehet megvenni. Thank you for finding so many of my little ones. If only I could stand to be around them. It's getting worse out there. I've stopped going out. Aha. But we are making good progress. Here. És mit kaptuk? Bohóc smink. Úristen, hirtelen nem tudom, hogy olvasom. Jó, szuper. Hát, nagyon jó. Dehogy, bocsánat, innen mit maradunk, hát mert ki tudja, hogy hova dob vissza a játék. Tehát innen szépen oda megyünk a könyves küldetéshez. Itt van. És megnézzük, hogy milyen új küldetésünk lesz.
Utána megnézzük a Juliát. Felcsöpörödött már. Remélem, hogy igen. Utána meg mit is? Utána visszamegyünk a gonoszhoz, és megnézzük, hogy be tudunk-e már menni oda a területre. Be. Hol van? Általában itt szokott lenni valamelyik teremben. Mi is? Hopp, semmi, csak gyertya. Általában itt szokott lenni valamelyik teremben. 500 ezer aranyunk van, de szuper. Jó, akkor lehet, hogy mégiscsak azt fogom csinálni, hogy bekapcsoljuk a világító nyomvonalat, meg ilyen hülyeségek. Kijelöl. Beállítás szélként, mert most nem tudom, hogy hova akarja, hogy menjek. Na, de jó, jaj, ide is rakott egyből, szuper. Mert nincs felkiáltójel. Nincs felkiáltójel, biza. 9 per 30. Jó lenne, ha jelezi nekem itt a progi, hogy ezzel a foszfereszkáló kis vonalacskával, hogy most menjek, tényleg van-e valami küldetés, vagy pedig csak szivattyúzik engem. Ez micsoda? Hú, itt mi is volt? Nem tudom. Jaj, itt találtuk meg azt a színházas küldetést. Ugye? Igen. Hű, a feleségem azt a mindenit levett, 500 aranyat? Azt a mindenit? 500 arany az... forintba átszámolva, mit tudom én, 5 millió forint? Aha, jó. Tisztán látszik, hogy itt most visszafele mutatja, hogy menjünk. Szerintem nincs új küldetés akkor. Én nem tudom, hogy... lehet, hogy például azt jelzi, hogy ha lenne nálunk könyv, akkor öreg, gyere ide, és akkor ide ragd le. Ja, igen. Menjünk, nézzük meg Júliát. A kicsi jányunkat, hogy fölcsöpredett émál. Utána visszamegyünk a gonoszhoz. A gonosz fasihoz visszamegyünk. És leellenőrizzük azt, hogy be tudunk-e már menni arra a új részre. Itt nincs semmi új. Nincs. Dolgozni pedig nem akarok. Pénzünk meg azért van. Persze, oké, vágom, tehetnék én azért, hogy még több legyen, de egyelőre most nem akarok ezzel foglalkozni. Így is. A cél tulajdonképpen ugye az, hogy az a 400 ezer arany az meg legyen. Hol van a mi kis feleségünk, azon kívül, hogy most elköltött 500 aranyat? A kedves Júliácskám, csepregy már, kapsz te eleget enni? Kincsem. Nézzünk egy információt? Semmi igazából. Jó, akkor fiúk. És lányok. Megyünk, menj innen, húss innen. Akkor megyünk vissza. Megnézzük a gonoszkodóst, aztán, hogyha nem történt semmi, akkor egy kicsit jobban átnézzük a térképet. Vannak új áruk, nincsenek. Átnézzük a térképet, hogy hát ha akkor... Vagy illetve hát itt ezeket a hülye küldetéseket is csinálhatnánk például, csak mondjuk ez nem túl izgalmas, vágjátok. És ebből megcsinálok mit tudom én hány darabot.
Saját tárgyak eladása, ügyi-bügyi, meg itt aztán meg nincs semmi. Oké, tehát saját tárgyak eladása, ládabor, ez mi is volt nekünk ez a ládabor? Nem, de borot nem adunk el, hát ez egy nagyon jó nemes ital. Isten ments, hogy eladunk mi ilyeneket. Kereskedelmi tárgyak, ajándékok, smaragd. Smaragdot meg nyugodtan eladhatjuk. Én amúgy sem hordok semmilyen ékszert. Régebben volt egy ezüst nyakláncom. Még nagyon régen egy aranyakláncom, ezt el is hagytam. Engem nem, nincs gyűrűm, nincs fülbe valami, ezek nem vonzanak, ezek a csillogó kövek. Vagy bármi is. Jó, alkudozás nem, elad. Mi ez? A gyöngy. Eladjuk. Mik vannak itt? Milyen könyvek? Felderítés. Hát én nem tudom, hogy... Hó, hát nem kevés pénzt azért lehet eladni. Megvan már ugye a felderítés, beraktam a... Az én kis lüszikémnek, ugye a felderítést? Hagyjál el békén, Így van, beraktam. Akkor el lehet adni, hát most mit csináljunk vele? Szuper! Azért egy pillanat alatt meg lehet ezt oldani. Hogy ide-oda megyünk. Nem olyan lassú ez, na. Ajaj. Jelenj meg, légy szíves. Köszönöm. Ritka topáz. Azt eladjuk. I just can't keep stocked up on... That's a fine item. Még van belőle? Thank you for your custom. If you spend lots of gold, I can use it to buy more supplies. So come on, spend. Always happy to buy your unwanted items. A játéknyíl az maradjon, jó lesz majd a Júliának. We're owned by a real adventurer. Come back if you have anything else. Macik is jó lesznek, babák is jó lesznek, menjünk még tovább. Őt nem adjuk el, ruhák is maradnak. Haj és mink maradnak, tetoválások maradnak, ennyi jó, meg egy Bambi. Na, fiúk, lányok, ezzel is. Kerestünk egy kis pénzt. Jó, akkor nézzük meg a búsfát. Menjünk hozzá. Támogatást szeretne, hagyjál már lóva a hülyeségeiddel. Ha jól emlékszem, akkor mintha olvastam volna egy olyan hírt a Fable Journey, vagy mi a most a legújabb Fable rész kapcsán, hogy késik. Valami ilyesmit, mintha olvastam volna róla. Kár, mert szívesen kipróbáltam volna. Most így... Valamikor ünnepekkor, december végén jelent volna meg emlékeim szerint. Ugye ingyenes, PC-re is van. Habár azt nem tudom... Greetings, my miscreant friend. Look, before you stands the dark sanctum, a sanctuary for all that is cruel, and horrid, and evil, and tasty, and, well... Neked nem volt gyerekszobád meg számítógéped, mi? Still not really got that right. Anyway, exciting, isn't it? Well, jó, who knows what adunk, így van, kénytelen vagyok. Szuper, kaptunk C-pecsétet is. You will? Oh, excellent. Well, I shall arrange for the workers immediately. This could be the start of something special, my friend. Jó. Persze, viccesre próbáltak megcsinálni. Jaj, most várjátok, bejutottunk ide. Nem úgy látom. De, bejutottunk ide. Szuper. Tehát, hogy próbálták természetesen viccesre csinálni. Nem is próbálták, hát tényleg vicc. Mi ez most mi volt? Kikerültem onnan? Az érdekes. Tehát itt most meglepődtem, hogy van egy töltőképernyőm, srácok. Mi a figy fene van? Mit csinált most nekem itt ez a játék? Itt voltunk. Igen, itt voltunk. Miért volt itt töltési képernyő? Nem tudom, mindegy. Sötét szentély, menjünk a sötét szentélybe. Ha jól tudom, azt írtál valaki, ugye, hogy ott lesz a sötét szentélybe valami gnóm. Kettő darab gnóm, még ezt is megjegyeztem. Hihetetlen okos vagyok.
Aztán lehet, hogy nem. Jó, mindegy. És akkor még nem tudunk bemenni, gondolom, mert most arra adtunk pénzt, hogy ez elkészüljön. Minden esetre nézzünk itt körül. Hogy hátha. Van itt valami érdekes, de nincs. Aha, nézzétek csak. Nézzétek csak, jó, hát akkor viszont ezt megint meg kell várnunk. Remélem, hogy elég lesz az, hogy elmegyek valahova, aztán visszamegyek. Zsoldos tábor, tanyázók tábora, Ködbércvölgyön ugye, mi is van a csak sima kapu, Naposvárfalván szintén nem tudunk semmit érdemlegeset csinálni, mert a könyves küldetés nem akar lenni. Malommezőn, várjunk a Lugaskői piacon. Jaj, ha jól tudom, akkor ott is van a bűnöző elfogásom, de azért nézzük meg. Igen. Jó. Hát passz. Akkor küldetés lista. Tehát van nekünk egy gnómok gonoszak, attól hatalmasabb és egy futáros küldetésünk. Nézzük meg a futáros küldetés jaj, ne. Oké, tudom már, ez melyik lesz. Mindegy, nézzük meg, jó? De ezt leellenőrizik, hogy megint össze-vissza mutatja a foszforeszkáló csíkunk, hogy hova menjünk. Ugye össze-vissza akarnak minket küldeni. Oh, we've got all sorts we have. Sajnos egyre több a félig kész játék, amit kiadnak. Mire gondolok most Just Cause 3-ra, most megint itt kitört a gyalázat. Amúgy igen, néztem róla a videókat, és tehát jól néz ki, de majd ráír az a játék, nincs benne online rész, simán ki meg tudom majd azt várni, hogy pláne, hogy van elég játékom, ugye, amivel játszok, simán meg tudom majd azt várni, hogy majd később valamikor megveszem, olcsóbban, és hát mindenféleképpen így jobban járok. Férfi utonálló csizma, szuper. Köszi, Lucike. Köszi, Lucy. Na, ez egy kicsit még rímel is. Aj, ez a nyomvonal, ez nem sámli. És nézzétek meg, most visszavezet. Na, fiúk, lányok, tudjátok mit? Nézzük meg azt, hogy még mindig nem írja azt ki, hogy javítanunk kéne. Közelítsünk rá. Még nem írja azt, hogy javítanunk kéne. Jó, hát akkor ennek csak örülök, hogy nem kell javítanunk. Búsva. Most komolyan láthatok már ilyen játékot, hogy nincs mit csinálni? Hol vagyunk? Ott vagyunk. Ja, az, bocsánat, dehogy is ott vagyunk, itt vagyunk. Ja, hogy most nem jelent meg a felkiáltójá. Szerintem akkor még az túl korai. Akkor a figyfene se tudja, hogy mit csináljunk. Tudjátok mit? Egyébként ész nézzünk meg egy ilyen szökött küldit. Tehát tulajdonképpen nekem most a főküldetést kellene csinálnom, mert egyszerűen nincs mit csinálni. Nincs normális mellékküldetés. Igen, ez az, ne is dumáljál. That's great. With your help, we'll get the criminal scum off our streets once and for all. Így van, írtozatosan kiűzzük. Tehát, de jól néz ki ez a kis lurko. Jaj. Okos kis ajt. Hát, te is. Végre nem egy kis Harry Potter. Mi van? All right, it's a fair cop as the... Ja, hogy ennyi volt? Úristen, gyerekek, nagyon profi vagyok. Hogy van? LT. Na, kéz a kézben eltő, így van. Oda se figyeltem és megcsináltam egy küldetést, írtózatosan profi. Tényleg nem vágtam, hogy most mi történik. That's lovely, thanks.
Oi, come on now, let's be reasonable. Na itt van. Megcsináltunk egy ilyen küldetést. Oh, don't put me back inside. Az maga it's a fokka. De akkor miért nem viselkedsz jól? It's the notorious two-toed Thompson. That one's got a mouth on him, I tell ya. De hülyeség. Thanks for this, you're a true hero. Here's your reward. Elfogad. Mit fogadok el? Valamit elfogadtam, srácok. Kövess Ben Fint, nem követjük még Ben Fint, hanem akkor visszamegyünk... hova is? Malommezőre? Bushfan, az a baj, hogy... Igen, tehát hogy jelzi őt is. Ez tök jó lenne pedig, hogyha azt nem jelezné, vagy valamilyen más... valahogy máshogy jelezné, hogy az egy démonkapus küldetés, és akkor tudom azt, hogy oda kell rá figyelni. Jaj, bocsánat, de hogy Malommező, hova kell nekünk menni? Naposvárfal. Oppá, Rézim, ő ki ez? Szökött fegyenc, így van, csináljuk meg. Szökött fegyenc, és akkor megnézzük Júliát, hogy nőtte egyáltalán. Nőjön már föl, Júlia. Boy, am I glad to see you. Az a legalább menni az időt, tudjátok. Torzsanyomba. Thanks. Bring him in and I'll lock him up. Jó. Ha ebben a részben még mindig nem fog fölcsöperedni Júlia, hát akkor Isten ügysén elkezdem a főküldetést. Nem fogok itt totojázni. Na, melyik lesz a bűnöző? Now that's what a hero should look like. Akkor menjünk még. Oh, hi. That's nice. Keresünk egy bűnözőt. Uha, hol vagy? Ó, itt vagy. Itt vagy, te szemét. Itt vagy. Oh, bloody gods! If they hadn't sent a hero like you, I'd have got clean away! Tutti bisti, százalék? Na, jelenjen meg, hogy kéz a kézben. Okay, yeah. I might as well tag along. Tehát, akkor nem fogok várni. Majd fölcsöperedik valamikor, amikor már majd mint királyi csemete lesz. És akkor elhozom ide. A kapuhoz. Mert ugye előbb-utóbb mi leszünk a királyok. Királyok királya. A királyok császára. Ha. In a bit of a hurry, are you? So you never do anything bad. I'm not asking for much here. Oh, gyere ide. No, I was framed. Jaj, de jó, ez legalább egy kicsit közelebb kezdj el ellenállni. Ne itt van. Megnézzük Júliát, utána megnézzük a gonoszkát. Society was against me. They made me what I am. Aha! It's the one they call the pest. Hullancs. Keeps pestering all the girls, you see. So we had to lock him up. Thanks for your help. Make sure you come back soon. There'll be more work, I can just feel it. Jó. Super. What a mystical. Na, nézzük meg Júliát. Sajnos van egy olyan érzésem, hogy Júlia még mindig csecsemő. These are good times to be a shopkeeper. Mert tehát ilyenkor ő is itt kóriszálnak körülöttünk, és akkor aputi, itt vagyok. Ó, te gyermek, nőj már föl, az Isten áldjon meg. Na, akkor viszont megnézzük még ezt a búsfát. Na, lehet, hogy föl kellett volna készülnöm egy démonkapuval, egy kicsit utána nézni. Hogy hát, ha van olyan démonkapu, amit ki tudunk nyitni.
Ezt az ősi ember belefelett építni. Na, tudjátok mit? Lehet, hogy majd őt megnézzük. Amit most, ó de jó, ó de jó, köszi, köszi. Hát a gonoszokban lehet bízni. Ebből látszik, végre valami van. Valami változás, el tudunk oda menni. Illetve megnézzük akkor azt a démon kaput is, hogy ír-e valamit, mond-e valamit. Érdeklik a fegyverek, milyen fegyvert kell neki odavinni. Fussunk. Illetve ne fussunk, Isten ments, hogy fussunk, mert annál gyorsabban tett az idő. Jaj, ne! Csináljátok már! Na, mi a baj? Excellent! It's you! Sorry, just practicing my evil laugh. Anyway, enough of that. Since you've been gone, we've made quite a bit of progress uncovering the Dark Sanctum. Jaj, ne mondd, hogy nekem kell bemenni oda, én félek. Turns out that the temple was full of hideous monsters. What would you expect in a place of such delicious evil, after all? Ó, fiúk, meg vagyunk mentve, egy komoly küldetés. Mobbed whenever they try to do any work. Well, I say mobbed. They say brutally torn to shreds by foul creatures from the underworld. But that's just semantics, really. The point is that they can't work at the moment. Would you get rid of them? The monsters, I mean. Leave them, workers. Once these dreadful things are out of the way, we can carry on. You will? Szép. Oh, excellent. Jó. Well, let me know when it's safe for us to resume work. Jaj, de jó. Jaj, de jó. De így is következő részben megcsináljuk a főküldit, vagyis elkezdjük a főküldit. Egészen pontosan arról beszélek. Most már kicsit nézelődünk. Jól néz ki. Na gyertek! Őket szeretem, tök egyszerű őket kinyírni. Nem dobálnak gránátot, bombát. Eszünk egy húst. Mert későn? Jó, mindegy. Pont meg akartam enni egy húsit, és ugye azért húsit, hogy egy kicsit dagadtabbak legyünk. Tehát szép lassan. El akarom élni azt, hogy dagat legyek. Ez az nagyon jó. Ott mi van egy hello? Miért hagyott abba a zene? Kedves zenész úr, tehát még akció van. Meddig lesz még itt akció viszont? Túl sokáig azért ne legyen. Tényleg lassan meg lesz az egymilcsi. Ebben a... Na már megint. Most együnk meg egy húsit, ez az. Merretok? Merre kell menni? Ja, ennyi volt! Hát ezért ez egy kicsit... kicsit komplikáltabbra számítottam, de mindegy. Szihetetlen, tehát ennyit! Ennyivel készülnek a szemüket ilyen küldetéssel. Oké, Lucy-ke látom. Gnomocska. Gombocska nincsen? Jaj, meg valaki írta, hogy elhagytam valahol egy jelzés kulcsot is. Ó, azt a mindenit. És ezt most nem is tudom, hogy hol pontosan. Au. Igen, még ezt is írta valaki valamelyik videómhoz. Hát valamelyik utóbbi félből részhez írta. Tehát vissza tudom nézni. No problematic. Most akkor megnézzük. Elmenjünk arra a helyre, és akkor megnézem, hogy tényleg... Vagy lehet, hogy azóta én már voltam ott azon a helyszínen, és felszedtem. Tényleg megnézem azt a videót, és akkor... Hopp, ez mi volt? Szemem káprázott? Csak a szemem káprázott. Ott mi a figyfene? Föl tudunk ide kapaszkodni? Bárhogy is, nem. Na a figyfene? Azok a világító kis gömböcskék. Wow. Lehet, hogy még jövünk ide-vissza, akkor... Hoppá. El kell takarítani a romokat.
akkor, ahogy nézem. Hát ő nem is kész ki rosszul. Igen, ó, azt a mindenit, na jó van. Ott végig tudunk menni? Hát végig tudunk menni, akkor menjünk már fel a lépcsőn. Hogy... mi van itten? Aha, jó, hát csak eddig tudtunk jönni. És nem hallok gnómokat, tehát ők még beljebb lesznek. Nem baj. Ezzel is elment azért valamennyi idő. Akkor lehet, hogy csak 50 perces lesz ez a rész, mert akkor most már nem kezdem el a nagy küldetést. És akkor most csak 50 perces lesz ez a rész. Körülbelül 46 percen járunk, még nem tudom mennyit fog dumálni. Itt ott amott még egy kicsit körbenézünk, leellenőrizzük Júliát. They're gone. Ez az. Huh, brilliant. Well, now we can work our way deeper into the complex. Who knows what we'll find? Time for a evil laugh, do you think? Yeah, I think so. Jó, hát ez inkább ilyen burleszkes volt. Ennyi. Kövess Bentfint, nem akarjuk követni Bentfint. Hanem akkor, várjátok, elmegyünk ide a démon kapuhoz. Ugye, még azt is mondtam. És megnézzük, hogy mond-e nekünk valami használható infót. Ha nem, akkor még marad majd a wiki tényleg. Most meg nem tudom, kinyomtatom, vagy berakom ilyen a böngészőbe ilyen kövjelzőkét. És akkor megnézzük. Hogy mi lesz. Azt a mindenit. Itt az erőd. Merre felé kell menni? Valamelyre erre emlékszem. Menni kell. Ja, tudjátok mit? Jobb lesz, hogyha oda megyünk. Busfa. Démon kapu. Beállítás szélként. Igen. Mert hamarabb oda megyünk, és most nem akarom az időt húzni, mert... ki kell mennem vécére. Igen? Igen. Ó, kincs! Ami nincs, ügyes vagy, Lüsszike. Papának mutass csak ezeket a dolgokat. Hát, ha találunk valami értelmesen. Smaragd, hát az is jó. Magább pénz. Na, démon kapu.